Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Zerandás, a Mazsi Hisze elnöke, üdvözlöm, szép jó reggelt kívánok! Perceken belül az ön irodájába a zsidó civil szervezetekkel fog leülni. Miről fognak beszélni? Megmondom őszintén, már ott kellene lennem, de remélem, hogy lesznek olyan kedvesek és megvárnak, hiszen innen egy perce vagyunk. Elindítottunk egy kezdeményezést, ami szerint rendszeres időközönként, nem tudjuk még, hogy ez havonta vagy két havonta, fogunk csinálni egy civil reggelit, ahova meghívjuk a civil szervezetek képviselőit. A mainál nincs konkrét téma, de ma már a beszélgetés arról fog szólni, hogy a következő beszélgetésen, ezek informális beszélgetések lesznek, kapcsolatteremtések lesznek, tehát hogy a következő ilyen civil reggelin esetleg milyen téma köré csoportosítsuk. Akkor én kihasználom és privatizálom azt, hogy találkozunk, hisz a legnagyobb magyar civil szervezetnek, én vagyok az elnöke a Bönébritnek, amely külföldön is az egész világon, úgy az Európai Unióban, mint az Egyesült Nemzetekben is megtalálható. Vannak olyan elképzelések, hogy a civil szervezeteket idáigi telephelyükről a Bálintházból, amit idáig önök biztosítottak, elküldik. Valóban a Bálintházon volt egy nagyon komoly felújítás, és a Bálintháznak a további működtetésével kapcsolatban a Joint-tal vagyunk tárgyalásban, és a Joint lehet, hogy az egész stábját, székhelyét, aktivitását a Bálintházba fogja végezni, és akkor nem lesz szabad helyünk. Akkor lehet, hogy az ellenzéki és a nem ellenzéki lapok címoldalán az lesz, hogy a zsidó civil szervezetek az utcára kerültek? Nem hiszem, hogy az utcára kerülnének, hiszen most is nagyon sok civil, meg én ma is aggódom. Sok civil szervezetnek próbálunk segíteni, van, akinek sikerül is segíteni, akár hely problémájában, de a közeljövőben azért lesz két olyan közösségi tér itt Budapesten, ahol én úgy gondolom, hogy a civil szervezetet... A Sorsok házára gondol? Nem a Sorsok házára gondolok, hanem azt gondolok... Azt hittem, hogy odaüldözel minket. Nem, én a Rumbak utcai zsinagógára gondolok, tehát az is egy... Tehát akkor azt tudja elnök úr, hogy ez a közösségi tér már befogadóképes? Igen, bizonyos korlátok mellett, hiszen ottan három funkciót szeretnénk megvalósítani. Egyik a turizmus és a múzeum kiállítás funkciója, ami részben az együttélésnek a kiállítása is lesz együttélés házaként. Az egyik funkciója pedig maga a civil szervezeteknek az aktivitása, illetve annak szeretnénk teret adni. Igen, de ön, amikor megnyerte az elnöki pozíciót, azt ígérte a civil szervezeteknek, hogy támogatni fogja őket. Most meg úgy tűnik, hogyha egy kényúr alá leszünk rendelve, akkor megszűnik a függetlenség. Tavaly a Bnébrit az ön szervezete annyi támogatást kapott a Mazsisztől, mint még soha. Mert sokat segítettünk. Tehát ez az együttműködés, és a többiekkel is ugyanígy vagyunk. Tehát ezt nem lehet nyitottak vagyunk a civilek miattunk, felé. Hanem a civil szervezetek felé. Ne üldözzön minket soros karmai közé, vagy bárki, hagyj legyünk mi függetlenek. Rendben. Tudja, a függetlenség az még azt is megéri, hogyha az embernek nincs gyülekező helye. Ön pár nappal ezelőtt egy világszervezetnek volt még az elnöke, most ennek a világszervezetnek, amit úgy hívnak, hogy Mazsi Hisz, nincs országos főrabbi, ami történt? Lemondott az országos főrabbi. Ja, de hát nem ért el a nyugdíjkorhatárt. Igen. A lábujjára léptek? Nem, ez a nagy szervezet, ez a nagy szervezet, amit úgy hívnak, hogy Mazsi Hisz, ez a nagy szervezet egy nagyon demokratikusan működő szervezet. Ezt esetleg még egyszer hangosan, hogy minden nézőnk hallja. A Mazsi Hisz egy demokratikusan működő szervezet. Mert hogy a zsidó szervezetek Magyarországon demokratikusan működnek, legalábbis ez a szervezet. Ez a szervezet így működik. Nem mindegyik zsidó szervezet működik demokratikusan, van, amelyik centrálisan működik. Nem, van, amelyik centrálisan működik. Centrális működésnek is nagyon sok előnye van egyébként, hatékonyan tud működni, de úgy gondolom, hogy a zsidó tradíciók közé a demokratikusan működő zsidó szervezetek azok szervesen tartoznak, ezért a Mazsi Hisz ennek 150 évvel ezelőtt is, mert ha nem úgy működtek volna, és nem döntettek volna másképpen, akkor már nem lenne hát magyar zsidóság, illetve maroknyi lenne. Tehát visszatérve, mi történt? Annyi történt, hogy a Mazsi Hisz közgyűlése az
megszabott olyan irányokat a mazsihisz jövőjét illetően, amelyikkel főrabi úr nem értett egyet, ő egy más irányba ideológiai szeretné. Ideológiai okokból? Nem vallási okokból, hanem közösségszervezési vonatkozásba. Ami érdekes, hogy a célja mind a két iránynak ugyanaz. Hát az a célja, hogy hanem hogy fönnmaradjon a magyarországi zsidóság, és hogy legyenek zsidók a zsinagógáinkban. Mind a két iránynak ez a végső célja. Hogy hogyan érjük el ezt a célt, erre nyilvánvalóan több út van, és a főrabbi úr egy más utat képzelt volna el, mint amit a közösség megszavazott, és úgy gondolta, hogy nem akar se útjába állni, se ellensége lenni a többségi akaratnak, úgy gondolom ez egy nagyon demokratikus döntés. Főrabbi úr változatlanul Magyarország egyik legnagyobb zsinagógájának, ami ha jól értem, akkor a közösség tulajdonát képezi, továbbra is a rabbia, ez a Dohányozai zsinagógára. Ez természetes, gondol. Hiszen ennek az útnak, ennek az iránynak az egyik nagyon fontos eleme, hogy a magyarországi neológia sokszínűségét a közösségünk értékként kezelése. Ebben a sokszínűségben benne van a Dohány utcai zsinagóga és a főrabbi úrnak is a vallási világnézete. Így van, és vallás gyakorlása. De ettől még, hogy új országos főrabbit fognak választani, azért az oktatási intézményeik, a kórház, a temetők, azok tovább fognak működni. Országos nélkül is. Minden tovább fog működni. Mikor várható az új? Az országos főrabbi választásának a menete az úgy zajlik nálunk, hogy a rabbi testület javasol maguk közül valakit. Ami Radnóti Zoltán az elnöke. Így van, maguk közül egy országos főrabbit, és ezt előterjesztik a mazsihisz közgyűlésének, és a közgyűlés vagy jóváhagyja, vagy nem támogatja. Olyan ez nagyon, hogy ez a magyarországi parlamenti választásokra, na és vannak már jelöltek? Nem tudom, hiszen én nem vagyok rabbi, és nem vagyok a rabbi testületben, biztosan sokan gondolkodnak. De azért csak beszélgetnek valamit. Beszélgetnek, csak kiszivárogtatnak valamit. Én semmiféle irányultságot nem szeretnék adni ennek a folyamatnak. A rabbi kompetenciája el fogják dönteni, és utána a közgyűlés. Ajaj, a választások előtt sokan kérdezték önt, hogy hova tart a magyar zsidóság a választásokon, és azt mondta, hogy majd minden zsidó eldönti a kalpi magányában a választásokon, hogy kiáll és mit szeretne. Így van. Szerintem ez így is történt. És mi az egészről a véleménye, ha van véleménye? Ugye arra nagyon ügyeltünk a választások során, hogy ne folyjunk bele semmiféle kampányba, az és ne folyjunk sikerült. Bele. Majdnem sikerült egyébként, tehát egy-egy egyéni akciót kivéve, de maga a szervezet azért ezt következetesen tartotta végig. A másik, hogy ne folyjunk bele semmiféle pártpolitizálásba. Ez nem csak a választásra vonatkozik, hanem ez a mai napra ezt is. Ezt a pártok és a jövőre... honorálják? Nem tudom, szerintem tudomásul vették, és korábban még viszonylag sok megkeresés volt. Én most úgy látom, hogy tudomásul vették, hogy a mazsihisz egy ilyen semleges állásponton van. Lezajlottak a választások, és én próbáltam egy helyzetértékelést adni erről röviden a mazsihisz közgyűlés tagjainak, ez mondjuk 120 ember, akiről beszélek, amiben én igyekeztem mindenkit higgadt helyzetelemzésre bírni, és hisztériától mentes viselkedésre. Valójában 2014-ben volt egy választás, ahol kétharmaddal a Fidesz-KDNP koalíció győzött. Ezen a választáson is ugyanezt történt, kétharmaddal a Fidesz-KDNP koalíció győzött. Az előző négy évben, miközben rengeteg konfliktuson volt, főleg emlékezett politikai kérdésekben, és ott mindig markánsan kiálltunk, ennek ellenére a kormánnyal rengeteg pozitív együttműködésünk volt, és akkor föl lehet sorolni a zsinagóga felújításokat, rögtön abba hagyom az intézményfejlesztéseket, a kórházfejlesztést, a zsidó temetőknek a felújítását. Most elkezdődik egy ciklus, ugyanabban a hatalmi struktúrában, én abban bízom, hogy kevés konfliktus lesz, de ha van, akkor azt mi ugyanúgy föl fogjuk vállalni. Emlékezetpolitika, történelem, szemlélet, holokauszba a felelősségek, de emellett reméljük, hogy a kormánnyal ugyanúgy tudunk majd kooperálni, mint az előző négy évben. Bízom benne, hogy ez így lesz. A Figyelő megjelentett egy nagyon érdekes cikket. Botrányosat, bocsánat. A cikkben egy lista van. Botrányosat, nem érdekeset. Cikkben egy lista van. Igen. Ez a lista, annélkül, hogy bármiféle véleményt szeretnék formálni, nagyon egyezik egy internetes honlappal, akit
évek óta kérnek, hogy tűnjön el, azon listájával, hogy ki a zsidó, ki a... ők még meg is jegyzik, hogy milyen zsidó. Igen. És nagyon sok olyan zsidó, hál' Istennek magamat nem találtam, mert akkor most nem lennék ennyire nyugodt, lehet, hogy kikérném magamnak. Valaki meg azt mondja, például itt volt nálam Ara Kovács Attila a DK-ból, aki át se veszi mandátumát, hanem kívülről támogatja a pártját külpolitikai témákba. Azt mondja, hogy ő viszont boldogan feliratkozik, mert a becsület ezt kívánja. A kérdés az, hogy miért is van annyi magyar zsidó ezen a listán? Egy, annélkül, hogy bárkit is megvádolnák, vagy ez a véletlenek összeesése? Megmondom őszintén, nekem teljesen mindegy, hogy zsidó vagy nem zsidó. Nekem maga az, hogy bárkik listáznak ma Magyarországon, az számomra elfogadhatatlan, botrányos, antidemokratikus és ijesztő. Úgyhogy, én szerintem a kormánypárt sem fog örülni ennek, hisz miközben lelkesen készültem erre a beszélgetésre, elolvastam Rogán Antal akkori beszédét, amit a parlamentben nyilatkozott, igen, amikor listákról volt szó, és kikérte magának, hogy bárki bárkit is listázzon. Helyes, én úgy gondolom, hogy ennek nagyon komoly történelmi előzményei vannak. De ez még nem erre a listára. Vannak. A történelmi előzményekről, ami kezdődött a numerus claususnál, boldog lennék, hogyha a kormány, akár a leköszönő kormány, ettől élesen elhatárolódna. Önnek van ebben valami teendője? Fogjuk jelezni, ez biztos, és ma fogjuk megbeszélni, hogy formálisan fogunk elépni ebben a kérdésben. Az önök civil szervezetében vannak-e olyanok, akiknek meg kell jelentetni a jobb sarokba vagy a bal sarokba, hogy külföldről kitől kapnak támogatást? 100% hogy van, hiszen ezek a civil szervezetek nagyon komoly nemzetközi kapcsolatokkal dolgoznak, különböző alapítványok pályázatain részt vesznek, sokszor sikerrel vesznek részt, ilyen formában a forrásaik egy részét, azt nem Magyarországról, hanem külföldről gyűjtik. Akkor mi rosszul működök, mert külföldről még nem kértünk senkit eladomány. Fogok segíteni, hogyha szól majd a főszerkesztő úr. Sok ilyen alapítvány van? Nagyon... Olyan, akinek oda is van írva, hogy magyar zsidó. Hogy magyar zsidó oda van-e írva, azt nem tudom. De magától értetődő. De nagyon sok olyan alapítvány van, ami a zsidósággal vagy a zsidósággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, és rendkívül hasznos munkát végeznek Magyarországon. Sokan nincsenek megelégedve az eredményekkel. Vajon az 1%-os kampány, ami megint csak a demokrácia bizonyítéka kell, hogy legyen, hisz az emberek nem teljesen anonim formába, de közösséget vállalhatnak az önök szervezeteivel, igen, és az egyházi 1%-ukat odaadhatják. Indul-e a kampány, mi idén a jelszó, és mire számítanak? És természetesen ez nem a reklám, és nem termékmegjelenítés, hanem lelkiismereti kérdés. Beszélgettünk róla, hogy milyen egy ilyen kampány. A mi kampányunk idén fölhívja a figyelmet azokra a rendkívül hasznos, fontos és élő valódi intézményeinkre, amelyeket működtetünk. És a kampányunkban azért megjelenik az a szó is, hogy a független zsidó szervezet. És ezt mindenki úgy gondolom, hogy érteni fogja. A hírek között szerepelt, hogy a kormány Magyarországon működő jótékonysági szervezetnek hatalmas támogatást ad, és ez egy Talmudban szereplő dolog, nincs annál szebb, mint segíteni valakit, hogy segíthessen mást. A képzeletbeli listákon nem láttam az önök jótékonysági szervezetét, mivel magyarázza ezt? Sok mindennel magyarázhatom, de alapvetően én azzal magyarázom, hogy Magyarországon a zsidó szociális hálót egészen eddig szinte kizárólagosan a MAZS üzemeltette, hiszen a szociális háló egyik leglényegesebb eleme az idősekkel való foglalkozás, az idősek gondozása, és az idősek egészen eddig a holokauszt túlélők voltak. A helyzet változik, a második generáció is egyre korosodik, és egyre több szociális problémája van, ezért a MAZS vezetősége hozott egy döntést, amivel létrehozzuk a közösségszolgálati alapítványunkat, és ennek a formális létrehozása, ez most májusban lesz, tehát praktikusan ez még
formálisan sem kerül. De addig is az a több száz ember, akik jótékony céllal ingyen konyha formájában élelmezést kapnak önöktől, azért továbbra is kapják. Abszolút, nem kell megvárják, és azt a mazsihi szociális osztálya, a BZH szociális tevékenysége révén látjuk el ezeket az embereket. Ezt szeretnénk egy picit struktúráltabban és kibővítve működtetni a jövőben. Már-már babérjainkra törnek, mindig mi szoktuk mondani, hogy mi még az időjárástól is függetlenek vagyunk. Úgy tűnik, hogy ezt a mazsihisz elnök is megszerette a szlogent, és hasonló irányba halad. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a meghívást. Folytatjuk legközelebb. Most előzetesek, és következik Deák Daniel politológus, a figyelő főmunkatársa. Nem lesz neki könnyű.